sportosat. Híradónk vendége ifjabb Jurácsik Mátyás, az Újpest FC labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Köszönöm. Ugye még most még ki kell emelni Újpest FC, mert az U19-ben futballoztál, vagy futballozol még, ezt majd elárulod nekem, hogy most hogyan tovább. Ugye ott van még az utánnak is van egy utánpótlás csapata. Persze, természetesen. De ott is futballoztál korábban. Igen, egy évet voltam ott, U16-ban. Ott viszont csak úgy volt, hogy A és B csapat volt, és én a B csapatban voltam egy évig, és utána én átigazoltam az Újpest FC-hez. Te akartad, más edzők kérték? Hát az inkább én akartam átmenni az FC-hez. Kicsit profibb a munka. Tehát nevelésből, főleg a felnőtt kor felé ott profibb munkát végeznek, jobb edzők vannak, és most már nem is lehet azt mondani, hogy rosszabb a létesítmény, mert azért gyönyörűen megcsinálták a pályákat, és továbbra építik tovább. Tehát ott inkább az én döntésem volt, hogy tényleg át szeretnék igazolni oda. És bejött? Tehát valóban profi? Be. Tényleg valóban nagyon többet lehetett fejlődni, mint a csapattársaim az UT-ba, és több sanszot is kaptam. Napokban töltötted be a 19. életévedet, ugye? Igen, múlt hét vasárnap. Akkor most már előbb-utóbb ki kell, hogy derüljön, hogy valóban jól végezték-e Weberék a munkát. Hát mert ugye a Weber-Szlezák duó van ott az U19-ben, ha jól tudom, ugye? Igen, a mostani edzőnk ugye a Weber-Szlezák duó volt egy... Mert azért, ha valóban NB1-ben akarsz futballozni, akkor most már abban a korban vagy, hogy most már jó lenne a nagy csapathoz kerülni. Persze. Sőt, én azt is mondom, hogy 19 évesen oda is kell, hogy kerüljél. 18 éves, ott még lehet kicsit vitatkozni, hogy jó korán van még. Belső védőposzt az ugye veszélyes egy fiatalra játszani, mert sok a felelősség, stb. Viszont 19 évesen oda kell kerülni. És oda is szeretnék természetesen. Ha már itt tartasz, akkor menjünk egy kicsit előre az időben. Mi lesz ősszel? Most akkor hol fogsz kezdeni? Maradsz az Weberéknél, vagy felmész a felnőtt csapathoz? Hát én ugye kiöregettem most már U19-ből, tehát nyártól második csapatnál kezdem, MB3-as csapatunknál kezdem a munkát, és onnan meg kell nézni, hogy felfelé, hogy kapok lehetőséget, hogy esetleg lehetne nyomni engem. Volt szó ugye Németországról is, de azt talán egy sérülés miatt azt most le kellett mondanom. Ez a lábsérülés. Igen, egy lábközépcsonttörés volt még januárban, amit még mindig érzem a hatásokat, tehát kicsit vissza kell szednem magam. Mióta vagy pályán? Hogy sikerült a rehab? Rehab nagyon jól sikerült, hála az égnek, most már egy jó 2-3 hónapja vagyok újra pályán, és szerencsém volt, hogy gyorsan beferekedtem magam a kezdőbe, és igazából ezzel már nem volt baj, csak ugye mondom, hogy fölfelé kéne nézni. Tehát igen, csak hová az... fölfelé, tehát ugye megoszlik itt a szakmának is véleménye erről a felnőtt másik csapatról, amik ugye a MB3-ban küzd. Igen. Ez mennyire jelent valóban feljebb lépést? Hát azért a felnőtt foci az teljesen más, mint az U19, azt nem szabad elfelejteni. Ráadásul MB3 az már egy nagyon is jó szint. Tehát persze, hogy nem MB1, de az egy nagyon is jó szint, főleg fiataloknak az egy nagyon jó lépés fölfelé. Ki lesz ott az edző? A Mundi Viktor. Mundi Viktor és Kovács Ervin párba. Igen. És hát ugye vannak még másodedzők, erőléti edzők. Most hogy szerepelt az Újpest? Mármint a Újpest 2 a MB3-ban. Igazából jól szerepeltek, persze voltak azért meccsek is, amik nem voltak szépek, de most pont tegnap előtt, vasárnap nyertek Dabas Gyón ellen, aki a hatodik, és nagyon is jól szerepelt a csapat. Kicsit látszik, hogy azért fiataloknak kicsit ing a teljesítmény. Újpesten, hogy láttad?
mennyire nyúl a felnőtt csapat vezető edzője az NB3-as kis Újpesthez? Mm-hmm. Hát itt ugye nem a vezető edző dolga az, hogy kijárjon, mm-hmm. tehát ő is kijárhatna, de ugye van egy másodedző, a Vík Péter, ő szinte minden edzésen ott mm-hmm. van. Azért ő fogja látni, hogyha egy játékos kiemelkedik. Mm-hmm. Ugyanúgy a Máté Zsoltnál, Katona Matyi, Csongva Járon, őket is innen? A második csapatból vették uh-huh. föl NB1-be, és uh-huh. most már azért azt kell mondani, hogy ott van helyük. Uh-huh. Ilyen szempontból teljesen megvan a lehetőség. Aha. Akkor most veled akkor megvárják, hogy először egy felnőttek között, ugye az NB3 év, hogy ott mire vagy képes, mit tudsz nyújtani, persze. és akkor majd utána onnan lehet a következő lépés, tehát most így látod? Teljesen. Ugye ők is kíváncsiak, hogy felnőtt szinten hogy teljesít az ember, mert azt is mondom, teljesen más, hogy felnőtt szinten hogy teljesítenek a gyerekek. Ha ott te ki tudsz emelkedni, be tudod játszani magad a csapatba, tényleg állandóan jól tudsz játszani, az fontos, akkor lehet tovább lépni, akkor tudják azt mondani, hogy jó, edzésekre fölhozzuk, stb. Kap és egy innen 5 nem lehet? A U19-ből nem lehetett volna? Dehogy nem, lehetett volna. Mondom, a kicsit a sérülésem is közben beszélt ennek az egész felnőtt focinak, viszont igenis vannak csapattársaim, akiknek szintén kellett volna lehetőséget adni, és valahol meg is adták a lehetőséget. Akkor elégedett vagy az eddigi pályafutásoddal, vagy azért csak motoszkál benned az, hogy irány Németország? Hát természetesen, főleg félig német vagyok, tehát valahol Németország az még egy más szint. Tehát nekem ugye az a célom, hogy Németország, mert ha őszinték vagyunk, ott nem csak a pénzről van szó, hanem a foci is gyorsabb, a mentalitás teljesen más. Ez így igaz, csak hogy tudsz ott majd megfelelni, hogyha te itthon tanultad a labdarúgást? Hát ugyanúgy, mint az összes többi külföldi. Azért ne felejtsük el, hogy Németországban baromira sok külföldi van. Ez igaz, de nem mind Magyarországon tanultál meg a labdarúgást. Hát ezért kérdezem, hogy te mennyire tudnál? Azért a mentalitás az más. Ha fejben olyan mentalitást föl tudod venni, és technikailag azt mondom, hogy magyar vagy, akkor te ki fogsz emelkedni. Aha. Az biztos. Tehát az, hogy technikailag ők nem olyan erősek, mint mi. Uh-huh. Azt meg kell mondani. Viszont mentalitásban ott nincs mese. De te fejben akkor hozod a németet? Inkább a német. És ez itthon, ez előny vagy hátrány? Előny. Csak előny. Uh-huh. Ez bárhol előny. Uh-huh. Ez tök mindegy, hogy hol vagy a világon, ez csak előny lehet. Akkor végül is akkor neked innen egyensúlyt kell, hogy vezessen felnőtt csapathoz. Hát igen. Azért fél éven, is küzdök. Fél éven belül? Tehát ha nem most nyáron, de a téli átigazolásnál már esetleg vagy? Hát nagyon is remélem. Én sőt, még most is mondanám, hogy még nyáron lehetne esélyre. Hogy tényleg edzéseken is kipróbáljanak. És... Védőként. Azt se szabad elfelejteni, hogy ilyenkor azért nehezebb, mint egy csatárnak. Csatár azért nem rúgja be a helyzetet, nem baj, van a következő. A védő, ahogy hibázik, gól. Jó, hát mint a kapus. Kapusoknál is azért. És kit kellene kiszorítanod a felnőtt csapatból? Kinek a helyére pályázol? Hát jó pár játékos helyére. Hogy mondjam. Hát ugye most a Risztevszki eligazolt. Igen. Eligazolt, ami nekem azért plusz. Uh-huh. Most persze vannak még más játékosok. Castrati, uh-huh. ő egy baromira jó játékos, uh-huh. tehát nagyon tetszik, ahogy játszik. Hát vannak azért egy-két védő, aki nem hozza úgy a teljesítményeit. Uh-huh. Főleg télen, nyár fele is mostanában. Uh-huh. Ugye a Máté Zsolt, ő szegény COVID óta már harcol egy kicsit. És második csapatban tudott most csak bekerülni, ahol tényleg játszik, és jól is játszik. Viszont nagyobb bajokat nem látok ott. Mm. Talán egy kicsit azt, hogy tényleg hoznak más játékost,
esetleg igazolnak valami újabb külföldit, vagy ilyesmit. Jó, de hát téged ez nem zavar. Nem. Te mindenkit le fogsz. Hát így ha van? Focista akar lenni az ember, akkor konkurencia az csak jót tesz. A konkurencia följebb tud téged tenni. Mennyit edzel egyébként külön édesapáddal? Hát sokat. Sokat. Főleg első fél évben, most a sérülésem óta sajnos így nem volt nagyon, hát nem volt nagyon időm, meg kicsit fáradtsággal is küzdöttem, viszont most már egy jó 2-3 hete újra elkezdtünk délelőtt főleg edzeni. Én koromban már kéne azért kétszer egy héten délelőtt is edzeni. És első fél évben ez nagyon is jól ment, tényleg dinamikát fel tudtam tenni, plusz kilókat azért, tehát erőben, és baromira fontos. Ha profi akarsz lenni, plusz edzés nélkül nem megy, éjjel-nappal. Jól tudom, ugye fiatalabb korodban is éjjel-nappal otthon rúgtátok a bőrt. Hát igen, igen. Én azért... Hány órák rúgtát édesapáddal a labdát? Hát azért ugye eléggére későn kezdtem el focizni, olyan 12 évesen, előtte viszont éjjel-nappal. Tehát ahogy vége volt az iskolának, én hazamentem, kimentem az utcára, és a többi gyerekkel elkezdtünk focizni. Bármi lehetett. Lehetett lábtengó, lehetett ugye kis egy az egy elleni foci, valami passzolgatások, bármi. Hát suli előtt meg ugye az természetes volt, hogy faterral bármit. Miért kezdted viszonylag későn, 12 évesen el a labdarúgást? Igazából apukám volt apukám hozta azt a döntést, hogy ne kezdjek előbb. Erősödjél. Visszanézve azért igaza is volt, mert amikor most látom, hogy nagyon nagy tehetsége, tehát európai tehetségek szinte, abba adják a focit, mert 4 évesen elkezdik, 16 évesen szétmegy a térdük, sérülésből visszajönnek, már érzik azt, hogy nem úgy megy, nem tudnak fölkerülni már sehova, és egyszerűen elvesznek. Kedvük is már másfele megy. Nálam ez kicsit nem olyan, azért én azt mondanám, hogy nemrég focizok, és ezért azért sérülésekben persze pehes az ember, de hát ez mindig benne van. És miért pont védő? Miért nem csatár? Hát ez úgy volt, hogy mikor elkezdtem focizni Török Bálinton, nekem volt egy edzőm, aki azt mondta, hogy legyek bal hátvéd. Nem tudom, hogy jött, csak így elkezdtem focizni, persze nem voltam a legjobb a csapatban, de legyek bal hátvéd, és hát bal hátvéd lettem. Persze eleinte még bal hátvédbe, és aztán átkerültem Budaörsre, ami már egy jobb csapat, egy profi klub, és ott meg belső védő lett belőlem, mert már akkor is viszonylag magas voltam, meg azért elég erős. Kétlábas vagy? Hát ballábas inkább. Ballábas. Hát jobban azért passzolni lehet, de ballábasok azért nehezen nyúlnak a labdához jobban. Igen, nem? És otthon nem is gyakoroltátok? Dehogy nem, hát rengeteg azért az alapok muszáj, az alap az teljesen megvan, de hát most nem fogom kirúgni a pipát a jobb lábammal. Ha pontrugás van, téged választanak szabadrugásnál esetleg? Most még nem. Régebben rúgtam szabadrugást, és valahogy kicsit elveszett a technika. Nagyon koncentráltam főleg a fejelésekre most. Volt egy-két gól. Pedig bal lábbal a jó lövő az kapusok réme lehet. Persze. Csak ezért kérdezem, hogy... Nem, hát az volt a baj, hogy tényleg sok ballábas van a csapatunkban, és... ahhoz képest szerintem sok ballábas. És valahogy kicsit tényleg elveszett. Mondták, hogy koncentráljak a fejesre, koncentráljak erre, arra, és tényleg valahogy átadták. Újpesten vagy most már, és az a hír járja, hogy ha Magyarország, akkor csak Újpest, vagy ez az egy kicsit túlzás, költői túlzás? Nem, ez nem túlzás. Ez hát Újpest a mindenem. Azért kiskorom óta arról álmodok, hogy a Szusza
Ferenc stadionban lépjek pályára, és most se változott azon. Tehát nekem más klub Magyarországon nem jutna eszembe. Édesapád miatt? Nem. Egyszerűen az egész klub az egy olyan szereteted ad, egy olyan családias viszony az... Mikor csapott meg téged így a újpestiek légköre? Hát szerintem legkésőbb, amikor Újpestre kerültem, ugye 15 évesen, ott valahogy én jöttem Budaörsre, ami egy nagyon jó csapat volt, de az a légkör, az a barátiasság, az a tényleg összetartó szellem, az sehol nincsen. Tehát még nem tudtam, hogy És ez mennyire. Van Újpesten? Ez Újpesten van, igen. Megleptél. Mert mi kívülállók, mi mást érzékelünk. Persze, hát én is kívülállónak, én teljesen máshogy néztem a klubot. Mm-hmm. Gondoltam, hogy hú, hát ezek azért már ott vannak, ezek nem fognak gondolkozni, hogy a másikkal mi van. Nem csak az, hanem ugye az érzésünk nekünk, hogy ott nincs igazából csapat. Ott ugye köszönhető annak is, hogy két Újpest van utánpótlásban, stb. Tehát, hogy emiatt is nehéz megtalálni az egységet. Igen. De akkor ezek szerint valahol megvan. Igazából meg kell mondjam, hogy én is azt hittem először, hogy az egység nincs meg. Elváltak a klubok, igen. Két klub van, mindig van, aki egymásba beleköt. Igen. Tehát igen. Azt meg kell és mondani. És miért meg klikkesedések alakulhatnak ki? Igen, a klikkesedés az Újpest az hozzátartozik, viszont amikor ott vagy és kell, akkor mindig összetartanak, tök mindegy, hogy hova valósul, vagy tök mindegy, honnan jössz. Az mindig együtt vannak, és az tényleg, az hihetetlen, olyat még nem láttam. És akkor hogy tervezed a karrieredet? Mert ha te német profi fejjel vagy, akkor én azt tudom elképzelni, hogy Újpest neked csak egy ugródeszka, felnőtt csapat. Mert, mint tudjuk, ez az Újpest, mármint a felnőtt labdarúgó csapatról beszélek, nem alkalmas arra, hogy nagy szerepet játszol a nemzetközi futball életben. Hát sajnos meg kell mondani, hogy magyar csapatok, most a Fradi az oda került, oké, európai szinten még nincsenek. És sajnos ez tényleg igaz, hogy Újpest az csak egy ugródeszka, viszont egy nagyon is erős ugródeszka, hogy is mondjam. Persze vannak nagyobb céljaim azért, mint egy Újpest, de úgy kell gondolkozni, hogy most mi van, most mi a cél, igen. Most hova akarok kerülni, mit tudok ma tenni ezért. De akkor mégis egy okos menedzser, akkor most veled nagyot kaszálhatna. Arra gondolok itt, hogy most fiatal vagy, ugye most voltál el pár nap ezelőtt 19 éves, és hogy ítélik meg, hogy te valóban megütöd a Bundesliga szintet, akkor nagyon jól lehet veled majd keresni. Lehet, hogy mert ugye mondjam. A fiatalokért fizetnek a legtöbbet. Hát igen. Hogy is mondjam, lehetne. Van menedzsered? Nem, még nincsen. Édesapád nem engedi, vagy nem, ő akarja irányítani a sorsodat, vagy... Én inkább azt mondom, hogy inkább hagyom az édesapámat irányítani. Tehát azért kapcsolatok is megvannak, és pénzről még úgy nincs szó. Uh-huh. Tehát nem is akarok még úgy pénzről beszélni. Az majd jön, viszont először kerüljek oda. Az a legfontosabb dolog, az meg teljesen magamtól függ. Uh-huh. Minek menedzser? Igen. Ha én be akarom verekedni magam, akkor nem a menedzseremnek kell ezt tennie. De ha meg a kell csapat, akkor meg édesapád ott van kapcsolataival. Igen, azért elég sok kapcsolat van Németországban is, Dortmund, Schalke, ilyen csapatoknál is. És tényleg... Hová mennél Németországba? Hát inkább a Ruhrvidékbe. Uh-huh. Nekem német családom is ott lakik, és barátságosak az emberek, nagyon. Hallottam, hogy meglepődtél, hogy édesapádra még mindig hogy emlékeznek kint. Hát azért nyilván nem könnyű így fölnőni, hogy apukád egy ekkora játékos volt, úgymondva. Kicsit nehéz volt, de... Mindig ki van téve, melyik stadionban a arcképe, meg stb.
Hát a Szuszában most csináltak, ugye. De ki Németországban is. Igen, az Essennél. Essennél ugye az egy elég nagy város, most ugye negyedosztályú, viszont nagyon nagy múltú csapat. Az is lenne egy nagyon jó lehetőség. Egy nagyon jó. De egyelőre Újpest felnőtt csapat, az a cél most. Most igen. Most egyelőre igen. Tettél egy óvatos megjegyzést arra, hogy lehet, hogy a nyáron már. Igen. Mit tudsz? Hát miből érzed úgy, hogy akár már most nyáron? Ez mind tőlem függ, hogy hogy szerzem vissza a téli formámat. Tehát most elég durván azért kiestem a formából, viszont nyáron most van 2 hónap körülbelül a felkészülésig, és azért 4 hónap körülbelül a szezonig. Ha ebben az időben azért vissza tudnám szerezni a formámat, akkor bármiről lehet beszélni. És hogy akarod visszaszerezni? Edzés. De csak az Újpesten edzés, vagy valami mást is? Hogy is. Szinte csak külön. Újpesten edzés az nem lenne elég. Az nem lenne és elég. És hol, kivel? Megvan hát már? Otthon, persze. Otthon? Persze. Erőléti edzőm az segített nekem, eszközök megvannak, apukám tud segíteni, viszont legtöbbször egyedül. Reggel, délután. Miben kell fejlődnöd? Hogy érzed? Miben van a legnagyobb lemaradásod? Hát talán mostanában a dinamika, az kicsit visszább tart, de azon kívül hát nem tudok mondani mit, mert... Te milyen védő vagy, akivel majd félnek találkozni a csatárok? Reméljük. Hát most is már azért respektet megszereztem magamnak. Nehéz megszerezni? Nehéz, de hát nem lehetetlen, hogy mondjam. Nem lehetetlen, de nem is könnyű. Hogyan lehet megszerezni leginkább? Mi kell hozzá? Bátorság? Oda megyek, beállok és leütöm? Vagy valami mással? Magabiztosság. Intelligencia, játék. Játékban egyszerűen azt, hogy jobb vagyok. Persze kell a test is ahhoz, tehát erő nagyon kell. De mondom, ez 70%-ban a fejben dől el. Úgyhogy magabiztosság az borzasztóan fontos egy védőnek. Te irányítod a kapust is, vagy a kapus irányít téged? Hát az egy nagyon jó kérdés. Én mindig azt mondom, hogy a kapus az magát irányítsa, és én irányítom majd a többit. Igen? Hát ilyen. Így leveszed a terhet a kapusról? Hát azért tud segíteni persze a kapus, mert azért mögém nehezen igen, látok. Igen. De én nem szeretem, mikor egy kapus ordít olyan dolgokat, amiről én jobban tudom, hogy hogy kéne. Tehát védekezésbe, helyezkedésbe. És akkor visszaszólsz a kapusnak? Nem, de hogy is. Majd meccs után lebeszéljük. Hát rosszul néz ki, hogyha visszaszólnak egymásnak. Persze. Az nem szép. Kapus foglalkozzon a saját dolgával, meg azért kicsit segíthet persze, de amikor egy kapus ordít a csatárnak, hogy hova álljon, azt én nem szeretem, azt nagyon is utálom. Mostanában a mostani kapusunk, ugye U19-es válogatott, német Várk, jó, nagyon jó viszonyban vagyunk, ő is egy nagyon intelligens kapus, és ő például, megmondtam neki, hogy hozzám azért így ne nagyon, többiekhez az mindegy, de hozzám azért légy szíves, ne? És most már egy egész szezon óta nagyon jól megy. Hát, sajnos időnk lejárt. Szóval akkor figyeljük a híradásokat, mert lehet, hogy már ősszel ott leszel az Újpest. Ami nem lenne neked sem baj, hiszen az Újpest indul a nemzetközi kupában. Azt akartam még mondani, hogy az azért első felnőtt szezon, ha az egy Európa kupa, az azért nem lenne rossz. De hát reméljük, megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy alakul a helyzet. Tehát a motiváció megvan. Hát talán több is van, mint motiváció. Hát igen, motiváció az bőven van. Na hajrá, köszönöm, sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat.